innen szív, innen meg olyan popsiszerű, de... Sziasztok! Ebben a videóban bemutatjuk egy nyárvégi csapatépítő paprikás krumpli főzés történetét. Vagyis krumplikás papri. Krumplikás papri, a Molliék szerint. Ez nem paprikás krumpli, hanem krumplikás papri, hát kinek mi. Aztán bemutatjuk még egy a csapatot még jobban összekovácsoló grillezés történetét is, majd egy pici lazulást a Balatonban. Tartsatok velünk! Itt a győztes csapat. Az egyetlen indulóból. Győztesek! Hello! Kis Pocahontasok! Milyen volt? Nagyon jó! Nagyon jó! Molly, nagyon ügyes neved! Nagyon szeret is, igen. Hát, drágáim! Csúcsfejek! Mivel foglaljátok el magatokat? Limonádét. Limonádét árultok? Hát ezt kell csinálni egy gyönyörű nyári napon a Balatonnál. Milyen aranyos gyerekek vagytok. És Ambruskám. Már is kaptunk 500 forintot. A mindenit! Már igen, bevétel is van. Igen, az egyik spanyol volt. Azt a mindenit. Hát nagyon jól csináljátok a dolgotokat. Ezt így kell csinálni. Hát ez itt egy igazi koktélbár, így van. Csak nem májtájt árulunk, mert pinyekoládát, hanem limonádét. Ez az. Sokkal jobb. Büszke vagyok rátok, komolyan. Szerintem itt mindjárt olyan tömeg lesz, hogy hihetetlen. Az mennyei. Már a látványa is. Bűsli szeletelés? Aha, jó. Ezt beteszem a hűtőbe. Egy kicsi bűsli vagyok. Először azt hittem, úristen, ez össze van kötve. Ami belekerül, virsli, kolbász, akár még a nyers krumpli is, meg a nyers hagyma is nagyon fogy, mert a kis kupták azért közben kóstolgatják, nehogy rosszat tegyünk bele véletlenül. Ó, de jól néz ki. Teszteljétek, lányok, a virslit, nehogy rossz legyen. Majd tesztelem én. Ezt elmeim, és a Balatonon főzem. Egyszerre. Paprikás krumpli evés a Balatonban. Nem, csak mi is a Balaton egyet. Kipróbáljuk. Én annyira nem szeretem nem ezt a hámozót. Ezzel nem vagyok elég ügyes. Azzal talán egyen jó. Megoldom. Lesz ebből paprikás krumpli. Akárki meglesz. Na, hozom a célszerszámokat a paprikás krumplihoz. Szűrőkanál és egy óriási fakanál. Ez ám a szuper főzőhely. Van ennél jobb? Nincs. Ennél nem nagyon van jobb, amikor mindenki együtt dolgozik a kaján. A szalonnával nyilván nem spórolunk, hiszen ez adja meg az egésznek az alapzamatát. Milyen krumplid van, drágám? Szív alakú. De jó! Innen szív, innen meg olyan popsiszerű, de... De nagyon szép. Van itt egy kevés krumplika. Úristen! Hát komolyan mondom, a szalonna illatot szobaillatosítóként kellene forgalmazni. Vagy... Ez a falusi dufzi. Ez vagy magyar. Úgy, igen, úgy, igen, igen. Ennyi. Magyaros szobaillatosító. Magyar
reggel szól, és megyünk. Nagyon jó illata van. Jó illata van, igaz? Ennél jobb kevés van. Úristen, nagyon jó. Megkóstolhatom. Majd így jó is lesz. Igen, igen. Ma se leszünk vegánok, az biztos. Itt a háttérben már készül a paprikás krumpli, ott, és fantasztikus lesz, már most az illatából ez derül ki. Csak az a helyzet, hogy közben elkóstolgatjuk a hozzávalókat, mert azok is nagyon finomak. Most pedig belezuttyantjuk azt a cirka 3 kg hagymát a bográcsba, mert egy magyar ember hagymát hagymával eszik. Úristen, de gyönyörű gyerekek. Ennél szebb kevés dolog van. Hát nem, egy magyar ember számára meg főleg. Amíg fő az ebéd, addig a lányok itt rajzolnak. Mi készül, lányok? Egy limonádé. Limonádé, ja persze. Itt van a mi kis limonádé standunk, nagyon helyes. Itt árulják a lányok a limonádét. Okay. És hát ugye a jobbornak is kell a cégér. De azért majd díszítsétek ki ezt a feliratot, csajok, jó? Virágokkal, meg citromokkal. Ó, gyönyörű. Még a formája is tökéletes. Színe is az. Ez inkább egy dinnye. Sárga dinnye. Ez nagyon szép lett. Bizonyám. Egy nagy pohárba limonádét. Kicsit árnyald a betűket, mondjuk sárgával, hogy vastagabb legyen, jó. Jobban látszódik. Jó. Ó, de ügyesek vagytok, drágáim. Ez csodaszép lesz. Hát így nem fog tudni senki ellenállni a limonádénak, azt tuti. Hát ez az. Hú, már benne van a kolbász is, a mindenit. Így az igazi. Hát ez valami gyönyörű, gyerekek. Spongyabob is van. Patrik nyáron. Tunyacsáp is. És Patrik. Mindenki itt van, aki számít. Na milyen a látvány, kislányok? Olyan, mint a lecsó. Olyan, mint a lecsó, igen, most még. De jön bele mindjárt a cirka 5 kg krumpli. 5 kg, 10. 10 kg? Akkor alábecsültem. Szerintem ebédet főzni akkor kell elkezdeni, amikor az ember nagyon bereggelizett, mert akkor nem fogja elkóstolgatni az ebéd hozzávalóit, de mi igen. Megkóstoljuk a szalonnapörcöt, mert annyira jól néz ki. Jó kis szalonnapörc, mi? Nagyon. Azt hiszem. Régen nem szerettem, de már nagyon. Akár már most is lehet lenni belőle, mert egy klassz kis lecsó már is elkészült. És most jöhet végre a krumpli, amiből vettünk vagy 5 kilót, de lehet, hogy többet, hogy az egész társaságnak nyilván elég legyen, és ez így a legjobb ilyen óriási adag ételt főzni bográcsban. Adjunk egy kicsit csak a két kedvéért. Milyen a víz, kislányok? Jó. Nagyon jó egyébként. Nagyon jó. Nagyon hideg, de utána megfogható. Gondolom, hogy nagyon jó. Nyárbúcsúztató pancsizás. Elbúcsúzunk a Balatontól ezzel a pacsálással, pancsizással. Csoda szép idő van szerencsére. Augusztus utolsó hetében járunk, és most elbúcsúztatjuk a nyarat itt a Balatonnál. Ennél a gyerek is élvezik, halljuk. Ennél szebb időt ehhez nem is kívánhattunk volna. Ó, Istenem, de jól néz ki. Végre kaja. Már éhen halunk. Úristen. De kár, hogy nem lehet szagos videót készíteni. Most az illatot is közvetíteném szívem szerint. Terítés. Itt a csoda maga. Tényleg akkor
Milyen a kaja, kislányok, teszteltétek? Nem. Én csak kérdezem. Finom, ugye? Hát Isten ilyen néz ki. Egy kis koviubi, ami természetesen nem hiányozhat. Erős paprika. Oké, drágám, szedhetsz. De jól néz ki, ezt nézzétek. Hát ez valami isteni, egy kis levél. Elég lesz, hiszen már nem bírom meg. Hello, csajok! Gyertek kicsit közelebb! Nehogy karambolozzatok itt a kacsával. Jó van, drágáim. A túlparton találkozunk. Hello! Kis pokahontaszok, nem úgy néznek ki? De. A következő felvonás, vízibicikli. Ez az, gyerünk! Meg tudjátok csinálni! Kaland indul. Ez az. Az idei első vízibiciklizés így augusztus végén. Molly ezt várta, képzeljétek, egész nyáron, hogy végre vízibiciklizni tudjon. És így azért augusztus végén csak megadatott. Molly, végre vízibicikli! Ez az! ez az, élvezzük a nyarat. Jól néz ki, igen. Ez gyönyörű. Milyen húsika van rajta, úr, de jól néz ki. Csirkemel. Aztán. Csirkemel vékönben göngyölve. Francia fűszerrel. Bizsoni mustáros.